és ez nem feltétlenül, főleg egy nagy projektnél, nem feltétlenül célra vezető. A másik, amit az előző előadásban számokban hallottunk, de elképzelésben és a Siemens tapasztalatok szerint nem elképzelhető az, hogy különböző szájtokon folyjon fejlesztés, főleg azért, mert akkor a Scrum Master feladatkörét hogyan írjuk le. Tehát egy Scrum Masternek egy csapatot kell tudnia menedzselni, és így, hogyha Indiában van valami probléma, és Münchenből szeretné egy Scrum Master lekezelni azt, hogy Indiában nincs áram, azt azért elég nehezen tudja lekezelni. De ez most persze egy fals. De arra a következtetésre jutott ő is, hogy tehát a collocated, tehát egymás mellett és a közelben dolgozó emberek kommunikációja az sokkal hatékonyabb, mint hogyha több site működik együtt. Itt láthatunk képet arról, hogyha az integrációt, system tesztet, tehát magát a quality managementet bevonjuk, hogy akkor milyen problémákba ütközünk, és ugye hát az ideális az lenne, hogyha a tesztek egymás után még egy sprinten belül szépen folyamatosan megvalósíthatók lennének. Az ő elképzelésében annak még nincsen túl nagy akadálya, hogyha egy sprintnyit csúszik, tehát hogyha a csoportok egy sprintben valamit véghez visznek, akkor a következő iterációban van az integráció és az integrációs teszt. Azt mondja, hogy ha már két sprintet is csúszik, akkor az már nagyon veszélyes, hiszen már jóval előbb fog járni a software development, és lehet, hogy ki fog jönni utána egy olyan összeférhetetlenség, amivel vissza fog esni a fejlesztés két sprinttel előbbre, és újra kell fejleszteni mindent. Ez túl nagy költség. Ezen kívül van még két másik ábra is, de hát egyértelmű, hogy ezekkel nem akart foglalkozni. Itt láthatunk egy ábrát arról, hogy hogyan akarja a jelenlegi technológiát az agilitásra átvinni, és itt gyakorlatilag az, ami talán fontos az, hogy mindenféleképpen meg akarja tartani azt a keretet, amiben a projekt kivitelezése folyik. Legalábbis én ezt olvastam ki az ábrából. És utána akarja, tehát már belső folyamatként akarja kezelni azt, hogy agilisan legyen az egész folyamat kivitelezve. És ezen az ábrán viszont látható egy olyan elképzelés, hogy ha valóban a key feature-öknek a nagy része az első pár sprintben megvalósítható, akkor be lehet vezetni egy olyan milestone-t, követve az eredeti régi módszertant, amivel már lehet a vevőket ostorozni, hogy akkor itt van valami új, ami számotokra sokat ér, és akkor ezt már tudjátok használni, és a maradék sprintekben megvalósítani még továbbra is azt, ami elő volt irányozva arra, hogy akkor ebbe a projektben meg kell, hogy valósuljon. Még ha azt valóban az a 60%, ami a vevőnek nem is kell. Hát ennyit ennyit tudtam bemutatni most a Szabintól. Én remélem, hogy majd egy következő alkalomra sikeresebben el tudjátok hívni. Én most azt mutatnám be, hogy a mi projektünkön, aminek én voltam az egyik itthoni projektvezetője, ott milyen sikereket értünk el, és milyen tapasztalataink voltak. Gyakorlatilag onnan indultunk ki természetesen, hogy az a Scrum-nak az alapelve, hogy minél jobban bevonni a customer-t és a customer satisfaction in scope. És azzal álltunk elő, hogy akkor az legyen a cél, hogy úgy érjünk el minél több, úgy építsünk be minél több jót a Scrumból, hogy ezzel a legkevesebbet bántjuk a meglévő processzeket. Ezt viszont láthatóan nem lehet úgy, hogy odarángatom kapásból a megrendelőnket, hanem akkor azt találtam ki, hogy próbáljuk meg visszafelé, tehát hogy a belülről induljunk el, először belül alakítsuk át a szervezetünket, és utána lássuk meg, hogy meddig tudunk ezzel eljutni. Erre három lépcsőt állítottam föl. Az első az, hogy az embereknek a gondolkodásmódját úgy megváltoztatni, hogy nyitottak legyenek
agilis menedzsmentre és az agilis módszertanra. Tehát alapvetően nem jelentett nagy változás számukra gondolatban, hogy naponta összeülnek és megbeszélik azt, hogy mik a napi teendők és mi az, amit elértek az előző nap. A gyakorlatban ez sokkal súlyosabbnak tűnt, és ennek a keresztülvitele több hónapba telt. És én azt mondanám, hogy ha valahol elhangzik az, hogy a Scrum bevezetés az első 4-5-6 hónapban kudarc, akkor én ezt erre vezetném vissza. Tehát ez a megalapozás, ez nagyon jót tett arra a további lépésekre, amikor már vezettük a sprinteket, és egy ilyen agilis beszélést, illetve amikor a harmadik lépésbe próbáltunk belekóstolni. Gyakorlatban azt jelentette, hogy amikor az első sprintet megcsináltuk, az már nem volt kudarc, tehát gyakorlatilag ez a görbe mutatja azt, nem tudom, hogy ki mennyire jártas ezen a control ábrám. Tehát már az első sprintben gyakorlatilag a cél felé haladtak, és nem több munkájuk volt, mint amit elképzeltek, de láthatóan azért szignifikáns volt az a plusz munka, amit meg kell csináljanak egy iterációban, mint amit előre fölterveztek. Tehát ez volt az első sprintjük. Itt csak beraktam egy ábrát arról, hogy a Scrum szerint minden nap ezeket a feladatokat nézték át, és határozták újra, definiálták újra annak függvényében, hogy hogyan haladtak előre. Amit érdekes, és hátulról talán biztos nem látható, hogy itt már egy olyan sprintnél járunk, amikor elérték határidőre, tehát a sprint végére minden feladat, amit felvállaltak, arra a sprintre véghez vittek, és ezt már pozitívan könyveltem el, ha még nem is arról volt szó, hogy funkcionitás, tehát működő szoftvert adnak ki, de legalább a csapatok felkészültek arra, hogy nekik egy sprintet, tehát amit bevállalnak egy sprintbe, azt nekik meg kell csinálniuk, és szerintem ez is egy nagy lépés, ez volt a második lépés végeredménye. És a második lépésnek a legnagyobb success story az az volt, hogy a hetedik sprintnél, ami már két hetes volt, ott már hamarabb végeztek a bevállalt feladatokkal, mint egyébként jóval hamarabb láthatóan, tehát majdnem fele annyi idő alatt végeztek, és jóval több feladattal, tehát itt ez ugyanaz a csoport, és jóval több feladattal végeztek, mint amit eredetileg bevállaltak. Hogy ezt hogy csináltuk, ezt a három lépést? Hát ugye minden projektnek van egy alapvető dokumentum, amiben leírja, hogy akkor ezt a projektet hogy fogja kivitelezni, és első lépésként ezek a napi meetingek, ezek ebből táplálkoztak. Aztán, amikor bevezettük a második lépést, a sprinteket, akkor ugye már nem a napi meetingek, hanem ezek a egyhetes, kéthetes sprintek táplálkoztak abból, hogy milyen feladatok vannak, milyen feladatok várnak rájuk. Ezt leküzdöttük, és átnyomtuk, átkonfiguráltuk egy sprinterbe, és abból egy mindennapi update született, és mind a kettőre készült egy control diagram, ez a burn down graph, és ennek a kettőnek a különbségéből tudtuk megbecsülni azt, hogy mennyire volt jó eredetileg a sprint planning. Tehát ez egy gyakorlati tapasztalat, amit tudok ajánlani mindenkinek, hogy tudja kontrollálni azt, hogy a folyamata mennyire jó. A harmadik lépés persze az már az, hogy ugye eleve nem egy project planből indulunk ki, hanem egy product backlogból, és annak az agilitás szerinti, Scrum szerinti feltervezéséből. A praktikus kiértékelés ennek a három lépésnek, az első lépésben, ez már tényleg tapasztalati, mégpedig az, hogy megtanultak az emberek beszélni, tehát akármennyire nevetséges vagy megmosolyogtató, de meg kell tanulni az embereknek beszélni, tehát hogy egyszerűen megfogalmazzák azt, hogy az előző nap mit csinált, és mi az a következő lépés, amit most csinálni fog. És ez egy komoly lépés volt. Nem gondoltam volna, amikor elkezdtem, de ez jött ki. És az, ami nagyon pozitívként jött vissza, az pedig az, hogy tényleg láthatóan volt egy napi kontrollja annak a tevékenységnek, amit csináltak, és ezáltal egy hatalmas teljesítmény növekedés volt tapasztalható a csapatom. Az, ami probléma volt azzal, hogy csak ennyi lett bevezetve, az, hogy az ember, tehát elvárás lett volna az, hogy akkor a csapat elkezd önszerveződni, tehát ki milyen feladatot csinál.
ez nem jött össze. Azért nem jött össze, mert hogy még nem volt egy közös látható.